Múltkori videómban megnéztük, hogy a magyar földet hogyan bitorolják idegenek, és hogyan próbálják kizsákmányolni szeretett anyaföldünket. Most pedig azt nézzük meg ebben az epizódunkban, ebben a videónkban, hogy a magyar föld, ha már adott, hogyha már azt visszavettük a magyar emberek számára, azt hogyan tudjuk megművelni, hogyan tudjunk azon dolgozni, és hogyan tudunk azon magyar jövőt építeni, hiszen a mezőgazdaság az egy nagyon összetett szegmens, éppen ezért mi úgy gondoljuk, a Mi Hazánk úgy gondolja, és a Víradat programunkban ezt leírjuk, hogy a mezőgazdasághoz elengedhetetlen az, hogy a nehézgépgyártást is újraindítsuk, a magyar földeken magyar traktorok dolgoznak, magyar munkahelyeket hozzunk létre, és a magyar emberek boldogulását itt helyben, Magyarországon próbáljuk megoldani, és hát ezt fogjuk most felderíteni Éberling Balázs polgármester kollégámmal és gazdálkodó társammal. Elmegyünk ide Jánoshalmára, és megnézzük, hogy hogyan is működik ez a gyakorlatban, ugyanis itt egy magyar fejlesztésű traktort fogunk megnézni, és ha odaadják reményeink szerint, akkor kipróbálni is. Igen, én is fontosnak tartom, hogy akár gazdálkodóként, vagy akár településvezetőként, hogy lehetősége legyen a gazdálkodóknak, illetve az önkormányzatoknak egy magyar gyártású erőgéphez hozzájutni. Nyilvánvaló, ez több szempontból is előnyös lenne, akár szerviz, akár alkatrész ellátottság tekintetében, de ami a legfontosabb, hogy magyar embereknek adna ez munkát, magyar munkahelyeket hozna létre, és nyilván a magyar gazdaságot erősíteni, hogyha egy ilyen erőgépet elő tudnánk állítani, aminek a prototípusa itt el is készült Jánoshalmán, úgyhogy kíváncsian várjuk azt, hogy mit fog nekünk adni. Mindig azt szoktam mondani a lakossági fórumaimon, hogy igazság szerint ez egy tejjel mézzel folyó kánoán, nekünk mindenünk megvan ahhoz, hogy ez az ország az önfenntartó legyen. Voltunk mi már a vas és acél országa, most az autóipari összeszerelő üzem országa vagyunk. Én úgy gondolom, nem ez a mi jövünk, hiszen voltunk mi már Európa érdés kamrája is, és mi ezt szeretnénk, hogyha Magyarország újra Európa, vagy akár más kontinensek éléskamerája is lenne, hiszen kis területünk ellenére minden adottságunk megvan ahhoz, hogy a magyar földet termővé tegyük, és ezzel még sok-sok millió embert egészséges élelmiszerrel lássunk el, és hát ennek egy alapfeltétele, hogy a magyar gépgyártás az újra reneszánszát élje. Igen, és látjuk, hogy afelé tendál a világ, hogy az élelmiszerre és az ivóvízre lesz valószínűleg a jövőben a legnagyobb kereslet. Szerencsénk van abból a szempontból, hogy történetesen Magyarországon élünk, mert hát itt minden feltételek adottak ahhoz, hogy ezeket az igényeket ki is tudjuk elégíteni, és nyilván a fölösleget azt értékesíteni is lehet mindig a piacon, tehát erre kell hangsúlyozni, vagy erre kell hangsúlyt fektetnünk a jövőben, nyilván erről szól a Víradat program is, hogy még az alapokra. Még egy nagyon fontos dolgot érdemes megjegyezni, hát az autógyártás. Látjuk, hogy milyen problémát okoz, hogyha van motor, van karosszéria, de a chip elfogyott ezekből az autókból, és gyakorlatilag most már, mint az előző rendszerben, éveket kell várni ahhoz, hogy az ember hozzájusson saját maga által megvásárolt autóhoz. Hát ezek a gépek, ezek nagyon egyszerű technikák, semmi extra nincsen benne, egész egyszerűen munkára vannak gyártva, és most ezt fogjuk megnézni, innen most elmegyünk ennek a gyárnak a területére, és megnézzük a saját szemünkkel, hogy mire is jó ez a magyar traktor. Ide Jánoshalmára, Bács-Kiskun megyébe, hogy megtekintsük azt a traktort, ami egy régi nagymúltú magyar traktornak, a Dutrának az alapjaira épült, és annak a mintájára, ez a Renner traktor, és nagyon örülnénk neki, hogyha ilyen traktorok tudnák a magyar mezőgazdaságot újra felvirágoztatni, és a magyar földeket újra megművelni. Sok szeretettel köszöntünk akkor mindenkit innen Jánoshalmáról, ahol eljöttünk a Renner cég egységhez. Kelle Attila gyakorlati oktatásvezető és Éberling Balázs polgármester kollégámmal. És hát mi annak szeretnénk most a nyomában járni, hogy az új magyar traktorral hogyan lehetne akkor a magyar mezőgazdaságban versenyképesen dolgozni, és hogyan lehetne ezt versenyképesen működtetni, hiszen a nagymúltú már említett Dutra traktornál gyakorlatilag sajnos
láthattuk, hogy amikor a gyártás leállt, akkor egy óriási nagy veszteség érte ezt az országot, és bár volt egy gyengébb próbálkozás, amikor MTZ alapokra építettek Perkins motort, és ennek Amobil GT100-as volt a neve, de ez is nagyon rövid ideig működött. Itt viszont most láthatjuk ezeket az új traktorokat, ezeket a Renner traktorokat, amik remélhetőleg majd felélesztik a magyar gépgyártást, a magyar nehézgépgyártást, és a mezőgazdasággal szimbiózisba fogják majd tudni a magyar gazdaságot működtetni és termőre fordítani. És most akkor megkérdezném Attilát, hogy akkor mondjon nekünk egy pár szót, legyen olyan kedves ezekről a gépekről. Köszöntök mindenkit! 2 éves tapasztalatom van ezekről a gépekről üzemeltetés szempontjából. Annyit szeretnék összehasonlítási alapul mondani, ugye mindenki az van legközelebb, hogy MTZ. Tehát egy MTZ kategóriás munkagépeket használunk hozzá, 50 lóerő a teljesítménye, igazából nagyon stabilan, nagyon biztonságosan üzemeltethető bármilyen körülmények között, mint szántóföld vagy szőlőgyümölcs. Nekem van szőlőgyümölcsültetvényem és szántóföldem is. Szántásra nem használjuk, nagyon szépen szánt. Ugyanazt az ekét szépen elhúzza, mint az MTZ. Elég jó üzemanyag fogyasztása van, csak nem tudja azt a sebességet. Talajmunkára, magágy előkészítésre és gabonavetésre szoktuk, és apró szemenként vetésre használni, tehát a gabonákat is kukoricanapraforgó vetésében vesz részt. Nagyon ügyes, nagyon fordulékony, minimális ugye a taposási kár, nagyon jó súlyelosztása, a szőlőben pedig tárcsázik, illetve vegyszerezni szoktunk rá. És mennyi mindenre lenne még nekünk jó ez a gép, ugye Balázs, hogyha jól gondolom, akkor polgármesterként is a saját településeink karbantartásánál nagyon nagy előnyt jelentene, hogyha egy ilyen géppel rendelkeznénk. Mire tudnánk mi ezt használni az önkormányzatoknál, ezt légy és akkor te fejtsd ki itt a kedves nézőknek. Igen, ugye én 2 évvel találkoztam ezzel a géppel először, amikor Attilánál jártam szőlőt vásárolni, és nekem azonnal szimpatikussá vált ez a gép, mert láthatóan azok a szempontok domináltak a traktor megalkotásánál, ami a hosszú távú alacsony költségű használatát lehetővé teszi minimális hiba lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy erre van szükségünk az önkormányzatoknál, amit már korábban is beszéltünk Attilával, hogy nekünk nagyon nagy gondunk az, hogy nem mindig egy ember kezeli ezeket a járműveket, és ezért egy elektronikával telerakott modern gépet nem biztos, hogy szívesen adnák át a dolgozóinknak, viszont ez egy olyan konstrukció, amit nyugodt szívvel átadhatunk, mert gyakorlatilag a hiba lehetőségek le vannak minimalizálva. Maga a gép rendkívül sokoldalúan használható, univerzális, alacsony költségekkel üzemeltethető. Látszik, hogy úgy van megtervezve és úgy van megalkodva, hogy minél hosszabb távon tudjuk működtetni. Nagyon nagy szívfájdalmam az, hogy nem elérhető a Magyar Falu program keretein belül ez a gép. Én minden évben megkerestem Attilát ezzel, hogy talán elérhetővé válik, vagy válhat ez a gép, ugyanis én most is egy indiai gyártású traktorra pályáztam a Magyar Falu program keretén belül. Vannak aggodalmaim ezekkel a gépekkel kapcsolatban, amit Indiából, Koreából, Kínából vagy Oroszországból hozunk be. Én egy oroszt vettem jelen esetben. Igen. Jobb híján kellett egy ilyen belorosz típusú gépet vennem, de én is örültem volna, hiszen Balázsa nem csak az a közös bennünk, hogy mi településvezetőnk vagyunk, hanem bizony mi mind a ketten gazdálkodunk is, tehát a magyar földdel mi nagyon közeli kapcsolatban vagyunk, és én nagyon örültem volna, hogyha ha már magyar traktor létezik, akkor egy ilyen magyar traktorral tudnám a kis tanyámat, a kis földemet megművelni, de reméljük, hogy el fog jönni az az idő, amikor ezekkel a gépekkel sikerül majd a magyar határt feltörni. Most pedig szerintem nézzük meg és próbáljuk ki, hogy mit tudnak akkor ezek a gépek. Próbáljuk. Balázs, milyen volt a teszt? Parádés. Tehát engem nagyon lenyűgözött. Én is azt gondolom, az egyszerűsége, a strapabírósága, az igen, mind mellette beszél. Hát reméljük, hogy lesz még hozzá nagyon, szerencség. Nagyon könnyen kezelhető, tényleg élmény. Akár településvezetőként, akár pedig mezőgazdászként ilyen traktorokon fogunk majd utazni és dolgozni. Tapasztalt szakemberek vagytok, azért
mint gyakorlatilag oktatás vezető szeretnélek leosztályozni benneteket. Ja. Jelesre vizsgáztatok itt Jánoshalmán a Renner traktor üzemelésével kapcsolatban. De úgy éreztem, hogy nem is jelentett semmi problémát. Tehát nem kell egy túlképzett szakembernek lenni. Ez kéz alá teljesen gyártva ez a traktor, tehát minden ott van, ahol kell neki lennie, semmilyen... Nagyon átgondoltan, észszerűen van összerakva, tényleg minden a kezed alatt van, nagyszerűen kezelhető a... És jó vezetni. Jó élmény. Tehát a kormányzása élmény. Is nagyon, nagyon könnyű a kormányzása neki, fordulékony, pedig azt gondol az ember első ránézésre, hogy annyira nem fordulékony, de meglep, amikor elkezdett használni, hogy mennyire fordulékony. Az erő azért magáért beszélt, tehát akadály nélkül. Így van, tehát a váltó is tökéletesen működik. Én mindig nagyon szerettem az irányváltót, mert nagyon megkönnyíti az embernek a munkáját. Hát. Diákjaink is nagyon szeretik, mert könnyű üzemeltetni. Tehát akinek nincs akkora tapasztalata, úgy érkezik hozzánk, hogy nincs lehetősége otthonába gyakorlatot szerezni. Azok sokkal gyorsabban és biztonságosabban megtanulnak erőgépet üzemeltetni egy ilyen gépen, mint hogyha MTZ-vel kezdenek mindjárt először. Egy fuvart beválasz? Be, persze! Elviszel? A végzős évfolyam. Itt a jövő. No, tehát így néznek ki, és akkor ezek a Carraro által legyártott elemek, igen. A hajtáslánc, és akkor ez az úgynevezett darázsderék, ez pedig a dr. Renner Tamás által tervezett úgynevezett Dutra darázsderék, amivel ugye a motort kitette az első híd elé, és így az orr nehéz lett a gép. Igen. Ugye ez volt ő neki a álma. Az álma, így van, tehát hogy a kis Dutrát... Így van. Egyenértékű az első és a hátsó hajtás is, nem csak mellékhajtás, a segédhajtás, mint egy MTZ-típusú traktornál, hanem ez teljes értékű. Hát kipróbáltuk, nagyon szuper volt ez a traktor, úgyhogy remélem, hogy sok ilyen alvázból, sok ilyen traktor fog épülni itt ebbe a gyáregységben, meg reméljük majd még nagyobb gyáregységben is. Engem meggyőzött, az biztos.